Ma van az idősek világnapja. A gyülafehérvári Caritas idén is három megyében több mint 20 településen szervezett ünnepséget a szépkorúaknak. Ezeken az eseményeken évről évre egyre többen vesznek részt. Az októberi hónap első hétfőjén az ENSZ közgyűlés határozata szerint 1991-től az időseket ünneplik szerte a világon. Azonban leginkább a hosszúságot halmozhatjuk a szép jelzővel. Az időskor minőségéről már kevesen mondhatják el ezt. Szüleink, nagyszüleink nem tapasztalják meg kicsattanó egészségben és boldogságban az öregkor szépségét. Még akkor sem, ha esetenként nehéz meghatározni, hogy az évek száma arányban van-e a lélek, a szellem korában, az eltérő megnyilvánulásával. A gyulafehérvári Caritas azonban az időskor minden szakaszában segítő kezet nyújt, otthon gondozás, nappali foglalkoztatások és otthonok által. Valamikor évtizedekkel ezelőtt, évszázadokkal ezelőtt az idősek egy érték volt a társadalom számára. Próbáljuk ezeket visszahozni, próbáljuk elmondani, hogy egy kicsit másképp kell legyen, és tulajdonképpen ezek az idősek világnapja, amit szervezünk Erdélyben több mint 20 településen, három megyében, az is a célja, hogy érzékenyítse a társadalmat az idősek elfogadására és értékelésére. A Caritas Marosvásárhelyen tartott idősek napi rendezvényén telt ház volt, az ünnepeltek pedig örültek, hogy róluk szól a nap. A szónokok részéről többször is elhangzott, hogy az időseket a fiatalabb generáció most kezdi megbecsülni, holott a múltunkat és az előttünk álló jövőnket is ők formálták olyanná, amilyen. Az is jól eső érzés, hogy az öregeket, az idősebb generációt, a harmadik nemzedéket, ahogy mondani szokták, kezdik megbecsülni, figyelembe venni, és hát, hogy úgy mondjam, egyesek felnéznek esetleg a mi tapasztalatainkra. Az ehhez hasonló eseményekkel a szervezők a fiatalok figyelmét szeretnék ráirányítani arra, hogy az év minden napján jussanak eszükbe nagyszüleik és törődjenek velük.